Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, önök az Igaz Gyöngy műsort látják, Dobozi Ágnes vagyok, a következő egy óra házigazdája. Önök mit tennének akkor, ha 56 évesen azzal szembesülnének, hogy teljesen beszűkültek az üzleti lehetőségek, és valami egészen újat kell kezdeni? Az ideális megoldás talán az volna ebben a helyzetben, hogy az ember végig gondolja, hogy mit is szeret igazán csinálni, aztán imádkozna, és Isten vezetésével ebből a tevékenységből, hobbiból felépítene egy vállalkozást, ami sikeres lesz, és mindenkinek áldást jelent. Hát körülbelül ez a forgatókönyv, ez az álom forgatókönyv valósult meg mai vendégeim életében, és így születtek meg a Kemenes cukrászdák. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Kemenes Editet és Leveles Barta Tímeát, és velük fogok ma beszélgetni erről az elképesztő történetről. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Edit, amit a bevezetőben mondtam az újrakezdésről, az rólad szólt. Körülbelül 10 évvel ezelőtt jött el az a pont az életedbe, hogy teljesen újra kellett indítanod mindent, újra kellett kezdened. De az a sztori, ami akkor elindult, annak sokkal mélyebb gyökerei vannak, és visszanyúlnak egészen a gyerekkorodig. Az volna az első kérdésem, hogyha most így visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor mik azok a mozzanatok, momentumok, amik meghatározták azt, aki ma vagy, és akivé váltál, és amit ma csinálsz? Hát először is köszönjük szépen a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk veletek, és elmondhatjuk a történetünket. Gyermekkorom a Szászrégen. 1955-ben születtem, tehát ezt a számot is kimondani ma már egy fogalom, én se hiszem el. Egy vállalkozó család gyermeke vagyok, édesapám kertész, mai napig is él, hála jó Istennek, 94 éves velünk van egy családi házban. Úgyhogy nagyon mélyre nyúlik vissza a mi életünk, a vállalkozás az valahogy mindig része volt az életünknek ezáltal. Úgyhogy kicsi korunktól kezdve a család az együtt dolgozott, kertbe, otthon, mindenhol. Ez azt jelentette, hogy ha visszaemlékszem, ilyen 6 éves koromban, akkor már a kertészetbe is részt vállaltunk a munkába, a házi munkába szintén. Akkor megszoktátok, hogy részei vagytok a családi tevékenységet. Azt gondolom, hogy amit hoztam gyermekkoromból, a munkabecsülete mindenféleképpen, és szeretete is egyben. A hit, ami jellemezte a családunk életét, hiszen a szüleim is életük során kisebb-nagyobb nehézségekkel szembesültek, ami aztán mindig kihozta a hithez, a Jóistenhez való ragaszkodást, imádkozást. Azon kívül pedig volt egy nagyon jó családi példa az összetartáshoz, ő a Kemenes nagyanyám, aki 6 gyereket egyedül nevelt fel, hiszen korán meghalt a férje. És én nem ismerhettem, de el kell mondanom, hogy lelkemben olyan szeretet él iránta, csak abból, amit elmeséltek otthon, ahogyan ő összefogta, hagyt gyerekét, 3 fiút, 3 lányt, és aminek én is részese voltam, hogy idős korukban is nagyon-nagyon ragaszkodtak és szerették egymást. És azt gondolom, ez 3 olyan pillér, ami nélkül nem tud egyénileg az ember érvényesülni, csak ha ezek így körülötte megvalósulnak. Ez nálunk is így van most, mai napig is. Bizony, ezek visszaköszönnek most az életetekbe, és fogunk majd erről beszélni. Mikor kerültetek Magyarországra, és mivel kezdtetek el foglalkozni, mikor ide költöztetek? 1988. júliusában telepettünk át, ez most már több mint 31 éve. Mindig szoktam mondani, hogy gyakorlatilag most annyi évesek az unokáim, mint mikor áttelepettünk, a gyerekeim voltak. Úgyhogy most már egy nagyon szép időszakot megéltünk itt Magyarországon is. Egyébként nekem a szívembe, a lelkembe soha nem volt ketté választva Erdély és az anyaország. Én azt mindig őszintén vallom, hogy nekem nem áttelepedés volt, hanem hazaérkeztünk. De jó. Ez most is így van. Aha. És mi az, amiben akkor belefogtatok? Milyen munkát végeztetek? Hát említettem már, hogy édesapám kertész. Mi Erdélyben rózsatermesztéssel foglalkoztunk. Azt szerettük volna itt is továbbvinni, de
Hát a növénynek van egy olyan természete, hogy ragaszkodik a talajhoz, meg az éghajlathoz, úgyhogy nagyon gyorsan kiderült első évben, hogy ez nem működik. És akkor elmentem dolgozni egy évet, utána a saját virágüzletemet kinyitottam, úgyhogy 89-ben nekem már volt egy saját virágüzletem, oda kerámiát, porcelánt is hoztunk külföldről, mint dísztárgyakat, és ebből kinőtte magát egy lakáskultúra konyhás felszerelés, ami porcelán üvegáróról szólt, és külföldről hoztuk be az árut, és azt nagykereskedőként árusítottuk tovább. Ez több mint 20 évig működött, míg nem a gazdasági válság teljesen a perifériára szorította ezt az ágazatot, és gyakorlatilag, ahogy ti is észrevettétek Budapesten, meg az országban megszűntek ezek a típusú üzletek, így igazából nem volt akinek eladni. És ekkor történt ez, hogy igen, egy-két évig próbáltunk helytállni, meg megmaradni, és hát látszott, hogy ennek gyakorlatilag nincs jövője, és akkor kezdtem meg gondolkodni, hogy mi legyen a további sorsunk. Timi, amikor ti Magyarországra költöztetek, akkor mennyi idős voltál te? 12, majdnem 12 voltál. Igen. És Noémi, a hugod? 8 körül. 8 és fél. Kicsik voltatok. Igen. Még. De igen. Akkor a gimnáziumot már itt jártad, meg a pályaválasztás is itt történt. Milyen pályára mentél? Te is része vagy nagyon komolyan a családi vállalkozásnak, ami most az életetek meghatározó eleme, de van neked egy saját pályád is. Mi ez? Igen, hát én 6. osztályt végeztem először itt Magyarországon, és aztán a gimnáziumba, Bármadas Református gimnáziumba mentem. Isten egyik nagy áldása volt, hogy pont akkor indult a Református gimnázium újra, 91-ben, az volt az első évfolyam, amikor nekem felvételiznem kellett és középiskolát választani. És ez egy nagyon meghatározó dolog volt az életemben, ez a Református gimnázium. Ugye, mint minden gimnáziumban a hitoktatás része a tananyagnak, az oktatásnak, minden hétfőnk úgy indult, hogy a pasaréti református templomban volt egy istentisztelet. Volt szerencsénk akkor nekünk ahhoz, hogy Cseri Kálmán tartott nagyon sokszor igehirdetést, úgyhogy ezek ilyen nagyon fontos hétkezdetek voltak. És aztán, amikor ugye én itt a vállalkozó család miatt nekem elsősorban az volt az elképzelésem, hogy üzletasszony leszek, és mivel nagyon szerettem a matematikát, és jól is ment nekem mindig, ezért ez így adta magát, hogy akkor én közgazdász leszek, és közgazdasági egyetemre megyek. Úgyhogy én így készültem még gimnázium 4. évében is, hogy akkor közgazdasági egyetem. És ott a felvételi készülés környékén jött egyszer egy hír, hogy egy újsághírben láttam meg, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elindítja a jogi karát. Ez érdekes volt számomra, hogy megint egy egyháziskola, és megint első év, ami éppen indul, és nem tudom, akkor ez egy hirtelen felismerés volt bennem, de tényleg ezt azóta se tudom megmagyarázni, hogy az hogy jött ilyen egyik pillanatról a másikra. Korábban nem is gondoltál erre, hogy jogi egyetemre menjünk? Gondoltam rá, de mivel én a matematikát szerettem, ugye próbáltam azt is nézni egyébként, hogy milyen tantárgyakat Bilangos, szeretek, persze. És a nem egyházi egyetemre kellett volna felvételizni magyar tantárgyból a jogi egyetemre, és én valamiatt úgy éreztem, hogy én abból nem tudnék jól felkészülni, mert számomra az irodalom az mindig azt jelentett, hogy én olvasok rengeteg könyvet, villamoson, buszon, állandóan olvastam, de hogy maga az a fajta része, ami egy bemagolásos dolog, hogy miről szól egy vers, meg egy regény, hogy azt én nem szeretném így hónapokig tanulni. És ezért én ezt valahogy így háttérbe szorítottam, és amikor megláttam ezt a hírt ebben az újságban, akkor így hirtelen megvilágosodtam, hogy de hát nekem mégis ide kéne mennem. Mai napig él bennem
ez az emlékezetemben a pillanat, amikor én ezt így magamban így fél óra alatt eldöntöttem, hogy akkor én megyek felvételizni a jogi egyetemre, ugye a Pázmány jogi karra, beadom a jelentkezést, hazajöttek a szüleim, és mondtam nekik, hogy van egy hírem, nem közgazdász leszek, hanem ügyvéd, és anyukám így állt, nézett, és azt mondta, hogy jól van gyermekem, csak legyél valami. És mert nyilván, tehát én most szülőként elképzelem így ezt a szituációt, hogy így hogy a gyermekem készül valamire, és így egyik pillanatról a másikra, pont akkor, amikor már ott felvételi közben vagyunk, váltunk, biztos megijedtem volna, hogy vagy nem tudja, hogy mit akar, vagy nem gondolja komolyan. Úgyhogy így indult, és felvettek, és tényleg így, hány éve végeztem el, nagyon rég, most már ugye 20 éve, vagy 20 év távlatából is azt mondom, hogy nagyon jó választás volt, mert nagyon szeretem, amit csinálok. Másoddiplomaként aztán a Közgazdasági Egyetemet elvégeztem, és utána is megerősödtem abban, hogy nekem az ügyvédi pálya az, ami a jogi pálya az, amit szeretek. De jó. És akkor elkezdtél ügyvédként dolgozni? Elkezdtem ügyvédként dolgozni, már az egyetem alatt úgy gondoltam, és volt egy ilyen elképzelésem, hogy Biatorbágyon szeretnék ügyvédirodát, mert hogy szeretnék család mellett is dolgozni, de ahhoz helyben kell dolgoznom, hogy ne töltsek időt utazással, és tudjam majd a gyerekeim mellett is ellátni úgy a munkámat, hogy közben a család is a megfelelő helyen legyen. És ez tényleg ezt így akkor ez volt a fejemben. Képest, hogy mindent előre elterveztél. És annyira ez valósult meg, hogy számomra is hihetetlen, mert tényleg így lett, hogy a gyerekek mellett is dolgoztam. Valóban így működik, hogy 3 perc alatt az iskolában tudok lenni, hogyha ha kell. Mindig ott voltam a gyerekeimnek, tehát hogy azért a család és a gyerekek azért annyira az elsődlegesek voltak, és most is a szememben, hogyha beteg volt valamelyik gyerekem, akkor az nem volt kérdés, hogy én vagyok velük otthon, akkor fogtam a határidőnaplót, fölhívtam az ügyfeleket, hogy ma nem tudok, mert beteg a gyerekem, lázas, és otthon kell vele lennem. És hál' Istennek, hogy olyan ügyfeleim vannak egyébként, hogy mindig megértette mindenki, és soha nem volt ebből probléma, és még azt mondtam, hogy még a Jóisten is mindent így a jól alakított, mert mondjuk akkor, amikor a gyermekeimnek egy olyan esemény volt, akkor soha nem volt olyan tárgyalás, vagy olyan dolog, amit nem tudtam volna máshova tenni, vagy elhalasztani. Úgyhogy ez tényleg működött, és működik a mai napig is. Na de közben elérkezett az a pont, amit Edith mondott az előbb, amikor szükség volt arra, hogy változtatás történjen az életetekbe. Hogyan indultál neki ennek a változásnak? Volt egy kényszer. Ugye az nagyúr, azért az ad egy löketet. Az, hogy miért a cukrászat fele indultam, ahhoz több szálon kötöttem. Az a bizonyos gyermekkor, ahol házi munkák végzése, az sütésekről is szólt. Nagyon sok sütésről. Édesanyám nagyon jó házi asszony volt. Nagyon szeretett főzni, sütni. Igazából a kertésztás sütemények voltak az ő reszortja, ahogy cseperedtünk, és ő nem szeretett babrálni az ilyen krémes egyéb dolgokkal, úgyhogy akkor, ha enni akartunk abból, vagy tálalni akartunk a húsvéti locsolóknak, akkor megsütöttük. Akkor ti magatok megcsináltok. Igen, úgyhogy, és akkor ugye az első mindig a nehezebb, aztán belejön az ember az, ami sikerül, akkor az tovább viszi a szenvedélyt. Úgyhogy volt egy ilyen is. A másik vállalkozásunk alkalmával is nagyon sok vendég, aki érkezett külföldről. Valahogy mindig úgy voltam vele, mert nagyon ilyen, tényleg ilyen vendégszerető család vagyunk, hogy nekem az volt, hogy nem visszük étterembe, hanem otthon főzök, sütök és megvendégelem. Azt gondolom, hogy nagyon nagyban olyan barátságok alakultak ki a különböző gyárak vezetőivel is, hogy az mai napig tart, hiába nincsenek már kapcsolataink velük. Tehát ez a asztalterítő, megterített asztal köré leülni,
Ez egy nagyon nagy dolog, akárha csak a család ül körülötte, ha barátok ülnek körülötte. Én ezt mai napig azt mondom, hogy az őszintesség asztala egy finom étel mellett, sütemény mellett, kávé mellett. Tehát ott kinyílik az ember. Igen. Úgyhogy ez is volt egyfajta tapasztalat, hogy rengeteg dicséretet kaptam. Tehát, hogy így elismerést, hogy jól főzöl, hogy jól sütsz. Aztán a cégen belül is a karácsonyi alkalmakkor mindig fölvállaltam, hogy annak a 20-30 embernek én saját kezűleg sütök és főzök. Itt jött a másik elismerés, és mindig mondogatták nevetve, és persze inkább ilyen vicces formában, hogy ezt kellene csinálnod. Uh-huh. És akkor, amikor az ember elkerül egy olyan pontra, hogy mit is tudok igazából, és mit szeretek, akkor nyilván, hogy hozzányúltam ehhez a témához, ami nem egynapos, kétnapos volt, mert sokat gondolkodtam rajta, mert szeretni, sütni és tudni is, az egy dolog, de vállalkozást csinálni belőle, az már nem ugyanaz. Ott kihívások vannak, ugye egyik kihívás meg az volt, hogy ugye nem volt egy kész műhely, ahova szépen besétálok és elkezdem dolgozni, hanem azt meg kellett tervezni. Nem volt hozzá tőkénk, tehát azt meg kellett szervezni, hogy hogyan hitelt felvenni. Itt Tíme volt nagy segítségemre, és közösen kidolgoztunk, hogy a családi házra hitelt vettünk fel, és abból indítottam. Na most ez a része a dolognak megint egy akkora terhet rak az ember vállára, hogy álmodozni lehet, de amikor ez már azért kemény felelősség, jövőre nézve is, a kisebb terhet még nagyobbá tenni, azért ide nagyon nagy hit kellett, és sok-sok imádság, hogy úgy érezzem, hogy a Jóisten velem van ezen az úton. És igazából így született meg a döntés. Nyilván, és hogy indultatok el aztán? Az elindulás az, ugye megkaptuk ezt a hitelt, a hitel előtt pedig ugye azért már némi tapasztalattal rendelkeztem az üzleti élet terén. Tehát azt tudtam, hogy olyasmit nem szeretnék csinálni, aminek hosszú fizetési határideje van, ami kiszolgáltatottá tesz valamilyen más cég által. Tehát biztosra akartam menni, és mivel azt is tudtam, hogy azt, amit szeretnék sütni, az magas minőségű kell legyen, tehát ennek helyet is kellett keresni, ahol eladhatóvá válik. És hát úgy adta az úr, hogy körülbelül egy éve volt, hogy a kisebbik fejem nyitott egy ilyen franchise alvállalkozóként egy lipoti üzletet Biatorbágyon, egy pár négyzetméterest. Annak az elindításába segítettem neki, és ott igazából szembesültem azzal, hogy a pékség kínálata mellett simán elférne házi sütemény is. És innen jött az ötlet, hogy találkoznom kellene a anyacégnek a tulajdonossával, akinek a segítsége nélkül, vagy a jóváhagyása nélkül nem lehet az üzletbe szállítani termékeket. Úgyhogy egy telefonszámot kaptam, és két telefonnal valahogy elértem, hogy találkoztunk is. A harmadiknál már sütöttem is egy tálca süteményt otthon, amit megkóstoltattam a tulajdonossal, és kicsikartam belőle egy ígéretet, hogy ez lehetne egy ilyen közös vállalkozás is, amiben szállítanánk. És akkor egy következő alkalommal pedig üzleti tervvel készülve volt egy ilyen másfél-két órás megbeszélésünk, ami alatt a lipoti pékség tulajdonossal le akart beszélni erről az egészről, mert nem hitt benne. Nem hitt benne? És te jobban hittél benne? Igazából szállítási, meg egyéb gondokat, tehát ő már látta az egész cégének a működését, igen, hogy nem egy egyszerű történet. Bennem látott egy valamilyen korú asszonyt, aki ugye nem ebbe ezen a területen volt sikeres, vagy egyáltalán nem dolgozott benne, és akkor hát nehéz neki is elhinni. Viszont a számok, amivel jöttem, azok meggyőzték, mert nem volt ellenérve, és akkor azt mondta, hogy jó, ha azt gondolom, hogy működni fog, akkor ő nem áll ellent. És akkor kérdeztem tőle, hogy emlékezni fog rám, hogyha felhívom, hogy kész a műhely, és azt mondta, hogy biztos lehetek benne.
És körülbelül, hát ez volt ilyen februárban, és április végére készült el egy 60 négyzetméteres műhelyünk, ahol öten indítottunk, abból egy én voltam, volt egy cukrász, egy szállító, egy mosogatólány és egy, aki számlázott. Tehát wow, így indultunk 2011. Uh-huh. május 5-én. Uh-huh. És akkor gyakorlatilag ma már a teljes lipóti hálózatba szállítottunk. A teljesben nem szállítunk, mert több mint 220 üzlet van. 180 körül. Ugye mi 8 autóval szállítunk, és ennek a 8 autónak megvan az útvonala. Tehát itt a szállításnál azért sok mindent figyelembe kell venni. Van olyan része még az országnak, ami még kiépítésre vál, de közben nem csak szortimentben nőttünk, ahogy elkezdtünk szállítani, nyilván az első időszakban 15 üzlet volt körülbelül, ahova szállítottunk, és aztán csatlakoztak a többiek is lassan. Úgyhogy én azt gondolom, ha emlékeim nem csalnak, ilyen egy év után már ilyen 20-25 körüli dolgozó volt, és legalább egy 35-40 üzletbe szállítottunk. Uh-huh. És akkor ez nagyon-nagyon gyorsan ment fölfele, mert közben egy év után megkaptuk a kizárólagosságot, mint cukrászbeszállítók. Wow. Uh-huh. És tehát akkor így gyorsan azért terjedt ez, és ugye a sütemények önmagáért beszéltek, mert el tudták adni, nem maradt meg másnapra, a vevők érdeklődtek, úgyhogy egyre többet vásároltak, egyre több igényük volt, hogy nem lehetne még csak ezt, csak azt, amazt, úgyhogy most már ilyen 100 körüli terméknél tartunk, vagy 120-nál. Annyi a szortiment a lipótiban? Igen. Ez hatalmas. És hát egy olyan 6 év után már elértük azt a szintet, hogy gyakorlatilag most több alkalmazottom nincs, azért nincs, mert már nincs ahonnan fölvenni, tehát mi is azért ilyen... Tehát ezt a korlátot ezen értétek el, igen, nem a kereset. Igen, és hát most ilyen 70 körül vagyunk a cégnél, 8 ez autóval szállítunk, és a forgalmunk az a nettó 1 milliárdot megközelíti, az éves nettó forgalmunk. Elképesztő. Akkor ez igazi repülőrajt volt, ezt elmondhatjuk. Fantasztikus növekedés, és hát nem álltatok meg itt az üzemnél és a lipótinál, hanem elkezdtétek a saját cukrászdákat létrehozni. Mi volt a legelső, ami létrejött? Hát ezt Timi inkább mondja, mert a férje volt az első fecske, aki lerakta a fészket. És igen, ezt majd ő elmeséli. Az a léba egy elviteles pult formájában. Álmodtuk meg azt, hogy legyen Budapesten is egy olyan hely, ahol hazavihetik a családi asztalra a kemenes süteményeket. És a férjemnek volt ez az ötlete, hogy akkor ez egy bevásárlóközpontban egy ilyen pult legyen, és az Allé volt az első ilyen lehetőség. Uh-huh. Nagyon megszerették a vevők, első pillanattól kezdve tényleg nagyon jól működött. Nagyon sok süteményt adtunk el, és ez gyakorlatilag ott 6 évig működött. Most augusztus végén a béleti szerződés lejárt, és onnan elköltöztünk. Most a Kamponában van ugyanaz a pult, ahol szintén nagyon szeretik a vevők, annyiból másabb, mint amikor az Alléban kezdtünk, hogy most már ismerik, és örömmel felismerik, hogy na, akkor itt van a kemenes pult, és innen lehet süteményeket vinni. Tehát ez volt az első. És aztán tulajdonképpen a következő, az Biatorbágyon volt a cukrászda, ami létrejött. 2015. decemberében nyitottuk azt a cukrászdát. Az anyunak volt az álma, hogy süteményeket ugyan készít, de szeretné megmutatni, hogy szerintem ilyen kéne legyen egy cukrászda, ahova betérnek a vendégek helyben süteményt fogyasztani. Uh-huh. És erre már nagyon-nagyon nagy igény volt. Történt egy olyan eset is, hogy az Aléból egy ottani vásárló elment Biatorbágyra megkeresni a cukrászdát, mert ő csak azt látta az interneten, hogy Biatorbágyon van a cukrászüzem, és azt gondolta, hogy van cukrászda is. Aha. És ott találtuk a járdán, hogy keresgél, és kérdezi, hogy hol van a bejárata a cukrászdának, és hát mondtuk, hogy sajnos nincsen. Aha. Mert hát ő leülve szeretett volna kemenes sütit enni.
És hát a gondolat már előtte is megvolt, de ez még adott egy ilyen lendületet, hogy igen, kell egy cukrászdát csinálni. És akkor a Biatorbágyi volt az első, aminek a teljes belső berendezését, hangulatát az utolsó kicsi kockáig, az gyakorlatilag anyunak az elképzelése volt, sok-sok harc árán a belső dizájnerrel, mindenki, vagy pontosan mit is szerette, és akkor ez tényleg olyan lett. És az, amit szeretett volna, hogy családias, marasztaló, olyan hangulatú, ahova szeretnek betérni az emberek, ez olyannyira megvalósult, hogy tényleg nap mint nap ezt a visszajelzést kapja, hogy szeretnek ezért jönni. És aztán a budapesti cukrászdák, az már tulajdonképpen én és a testvéremnek az ötlete volt, hogy akkor legyen Budapesten is leülős, ugye úgy, mint ahogy Biatorbágyon. És erre anyu azt mondta, hogy hát ő nem szeretne cukrászdát irányítani Budapesten, mert elég nagy a felelősség és munkája a Biatorbágyi területen is. Akkor csináljátok meg ti. És végül is aztán mi ebbe belevágtunk a testvéremmel, mert azt mondtuk, hogy üzletvezetővel, csak tulajdonosi szemmel így irányítani, azt, ha ketten összefogunk, akkor azt meg tudjuk csinálni. És akkor így jött létre Így jött létre, illetve ez egybeesett azzal, hogy én kezdtem a saját életemben is azt érezni, hogy tényleg olyan csúcsokra jutott el a cég, és annyira így minden évben rácsodálkoztam magam is, vagy mondhatom azt, hogy egy csodának éltem meg azt, hogy pár év alatt tényleg a mínuszból hova jut el egy cég, csak abból, hogy kreatívan, milyen ötletekkel valaki elgondol valamit, és kemény munkával, kitartással hova tud jutni. És ugyan a jogi ügyeit én is végeztem már a cégnek, ugye éveken keresztül, de más módon nem folytam bele így a cégnek a munkájába. És azt éreztem így ezen a ponton, hogy valahogy úgy szeretnék részesülni egy kicsit úgy belülről is. És akkor ez a budapesti cukrászda volt az, ahol azt éreztem, hogy hobbiként vagy ilyen kikapcsolódásként, mert az én munkám mellett néha kell egy kicsit mással foglalkozni, hogy az embernek a feje tényleg kiszellőzzön, és utána újult erővel tudjon újra az irodában lenni. És én úgy éreztem, hogy nincs hobbim, majd nekem ez lesz. Három gyerek és egy ügyvéd iroda mellett, fantasztikus. És hát így a testvéremmel tényleg úgy együtt dolgozva, hogy egyrészt nagyon kiegészítjük is egymást, hogy ki mivel foglalkozik, melyik részével. Nyilván a munkaügyi dolgokkal, meg ami azért az én szakmámhoz kötődik, az inkább az én részem, meg egy kicsit így a sütemények, ő meg a pénzügyi rész, meg a egyéb dolgokat. És ez annyira jól működött, hogy kezdtünk abban gondolkodni, hogy azért legyen egy nagyobb. Az Attila úton van ez a kisebb, igen, ez az első. Igen, és ott azért nem tudtunk mindent megmutatni, mert ott kicsi a hely. És akkor így egy nagyobb, az még nagyobb benne volt a levegőben, hogy azért kéne egy nagyobb. Aha. Bár én és a testvérem ekkorát nem álmodtunk volna, tehát ez megint anyu kellett ahhoz, hogy ő azt mondja, hogy dehogy nem ekkora területen is meg lehet csinálni. Na, akkor meséljétek arról, hogy hogyan találtátok a következőt, a Vámház körútról beszélünk, ugye? Hogyan jött ennek az ötlete, hogyan jött ez a lehetőség? Hát a kíváncsiság az mindig előre visz engem a dolgokba, úgyhogy egyszerűen csak utaztunk a férjemmel át Budapesten, valahova tartottunk, és a híres Vámház körút 9-en ki volt téve nagy számokkal egy telefonszám, hogy kiadó. És mondtam, hogy álljen meg gyorsan. És félrehúzott, oda mentem, bekukucskáltam az ablakon, éppen munkálatok folytak, a falakat bontották le belül. És innentől kezdve érdekessé vált a dolog, hiszen a kemenes cukrászatnak van egy arculata. Tehát azt beszorítani úgy egy üzletbe, ahova nem lehet hozzányúlni falakhoz, egyébhez, az nem működik nálunk. Úgyhogy ez már egy jó jel volt arra, hogy keresnivalónk van, úgyhogy fölhívtam a számot, és megbeszéltünk egy találkozót a tulajdonossal, és onnantól kezdve
Azt gondolom, hogy nagyon jól együttműködtünk, és egy nagyon hosszú távú szerződést kötöttünk. Azt gondolom, hogy a mi részünkről is nagyon jó a szerződés, és ők is nagyon jó szívvel és szeretettel fordultak hozzánk, hiszen meggyőzöttek a Biatorbágyi cukrászdába, hova rögtön első alkalommal kijöttek meglátogatni, hogy jó kezekbe lesz. De jó. És akkor hát, ha már ez ilyen nagy terület volt, nyilván nem szerettem volna én is ilyen nagy területet, de ha ez már adott volt, akkor gondolkodtunk ugye, hogy akkor a bisztró is létrejön, mint a Biatorbágyiba. Igen, voltam ebben a Vámház körültiben, elképesztő az a cukrászda. Különböző terek is vannak ott. Hogy épül fel ez az egész helység? Timikém, ez már a te asztalod. Hát három részből van a fő vendégtér, meg ahol a sütemények is vannak. Van egy különleges hangulatú belső fedett terasz, ami tulajdonképpen egy fedett belső udvar, ami szintén hozzátartozik ehhez. Akkor van egy ilyen külön rész, ahol alkalmas arra, hogy 20-30 fő egy kicsit elszeparálva, akár egy meeting, egy születésnapra, egy családi ebédre külön tud vonulni. És még vannak lehetőségek egyébként ebben a területben, mert még van másik kettő kisebb helyiség, amit még nem alakítottunk ki vendégfogadásra, de most kezdünk el dolgozni ezen. És van egy pincerész, amit még szintén nem alakítottunk ki, teljesen még nem alakult ki az elképzelés, hogy pontosan mire fogjuk használni és milyen formában, de ott van a bővítésre a lehetőség. És az az igazság, hogy 3 hónapja vagyunk nyitva, és most már érkeznek azok a megkeresések, foglalások, hogy 20-30-40 emberre foglalni szeretnének, eljönni 2-3 órára, akár egy osztálytalálkozó, akár egy családi rendezvény. Nyilván itt a társasház miatt bármire nem lehet, tehát itt éjszakában nyúló rendezvényekről nem lehet szó, de nem is erről, hanem a délután, az estében nyúlóan, ugye vacsorával vagy ebéddel egybekötve. Elképesztő. Mindenre alkalmas gyakorlatilag az a hely még üzleti találkozókra is. És nagyon-nagyon különleges a belső berendezés, kialakítás. Edith, ez megint a te kezednek a munkáját dicséri, amit ott itt látható? Itt már többen azért benne voltunk a lányaimmal együtt, tehát volt egy elképzelésünk ugye a Biatorbágyi cukrászda mintájára, de azért mindig a hely azért az szorít arra, hogy hol van, milyen az épület nagysága, például itt a belmagasság, ez nagyon sokba hozzájárult, hogy át kellett alakítani kicsit másfajta típusúvá, de azért azt a hangulatot, ami a Biatorbágyi, szerintem itt is visszahoztuk, ez egy kicsit egy léptékkel magasabb színvonalú, azt gondolom, meg több mindenre alkalmas. A belső építészekkel mindig egy csatát vívunk, tehát ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen örökérvényű dolog, hogyha az ember kiad egy munkát, és azt mondja, hogy legyen meg valami, és az jó lesz neki úgy, akkor szerintem az gyorsan megtörténik. Viszont ha a saját elképzelésemet akarom létrehozni, akkor ott kőkemény összecsapások, abban nagyon jó vagyok, úgyhogy mindig... Van a gyakorlatod, hogy van az igen, hogy az megtörténik, amit szeretnénk, úgyhogy hallgatunk a jó szóra is, meg hát azért hívunk szakembert, hogy ne ütközzenek ott a különböző fajta bútordarabok, lámpák, stb. Abban nyilván segítség volt, de az, hogy egyedi legyen, és nem kívánunk Londonból, nem tudom milyen helyről behozni egy tapétát, csak azért, mert az egy híres cég, abban viszont nem megyünk bele, hanem akkor inkább a saját képünkre formálunk egyet. Ilyen például, amit láttatok ott a Vámházba, én azt imádom is. Ez egy hatalmas falfelület. Igen, mert mindig az van bennünk, hogy nem szeretjük a sablont, hanem legyen benne szív, játékosság, jó érzés, bohóság, és ott a falon ez megjelenik különben. Úgyhogy nagyon-nagyon szimpatikus az, amit kitaláltak.
Az igazság az, hogy az évek során át kialakultak azért ilyen kapcsolatok szakemberekkel, akibe bízunk is. Tehát akinek el tudjuk fogadni a tanácsát, tudom, hogyha őt kérem meg, ilyen egy fiatal grafikus gárda, akivel nagyon jó kapcsolatunk van. Ugyanígy van egy, aki a virágokat hozta be, a növényeket, az, hogy babér, fák meg, tehát csak ilyen természetes növények kerülnek be, és milyen formában ehhez is segítséget kapunk, mert olyan a kapcsolatunk. Tehát, hogy most már így könnyebb abból a részből, hogy tudják, hogy milyenek vagyunk, és mit szeretnénk. Térjünk még vissza egy kicsit erre a tapétára, mert ott nagyon különleges motívumok vannak, amik megjelennek a csomagoló anyagaitokon. És milyen motívumok, milyen minták ezek, és honnan vetted ezekhez az ötletet? Aztán közben meg is nézzük majd ezeket itt, amiket ami a Vámház körúton van, az a tapéta, az nagyon egyedi. Otthon viszont Biatorbágyon az irodáink, vagy a belépőnk falán ez a igen, ez a csomagolóanyagon van, ez a terülő mintának hívjuk mi. Ugyanaz a cég csinálta, grafikus cég, és azért is emlegetem őket, mert még a kezdetén, a vállalkozásunk kezdetén, tehát szerintem az első 3-4 hónapban már letették a védjegyüket, hiszen én akkor valahol nem tudom, arra gondoltam, hogy egy cég megjelenése mindenképpen fontos, hogy milyenek vagyunk. Úgyhogy még alig hoztuk ki az első süteményeket, már azt terveztük, hogy milyen az, amit mellé rakunk. Nekem nagyon fontos mindenhol az, hogy igényesek legyünk, és ahol megjelenünk. Most nem az tudom, első, amit mutatom ezt a szép szalvétát. Igen, az első, amivel meggyőzött, ez a kemenes logó, ami egyszerre sugallja, hogy kézműves termékek, és közben kedves is, nem? Tehát, igen, hogy ilyen, igen, abszolút. Nagyon a következő, amit sikerült megbeszélnünk jó fél éves beszélgetések után, ugye én Erdélyből származom, és a kézimunka világa, meg egyéb minden azért nagyon gazdag ott a Maros mentén. Most, ha erre a terülő mintára ránézünk, igazából olyan, mint egy írásos kézimunka, csak éppen kicserélték a különböző motivumokat cukrász termékekre, vagy cukrász eszközökre. Úgyhogy van ott a porcukor hintőtől kezdve mindenféle fakanál, és nyújtó meg egyéb minden. Úgyhogy ez volt egy ilyen elindulás, hogy tulajdonképpen cukrász manufaktúra vagyunk, és ezek vagyunk mi. Bennünk van a magyarság tudata, bennünk van a igazi természetes anyagok felé hajlás. Tehát, hogy valahol ez itt elindult, és innentől kezdve tőlem már kaptak egy ilyen hitelt érdemlő bizonyosságot, hogy ők nekünk dolgozhatnak. És ez mai napig tart, úgyhogy nagyon ismernek, tudják, hogy milyenek vagyunk, és már úgy formálnak dolgokat, amit kérünk a szerint, amit mi képviselünk. Elképesztően igényesek, és látszik, hogy minden alkalomra, minden feladatra megvannak a külön eszközök. Itt egy tányért is hoztatok, amin a sütemények érkeztek, majd azokról is fogunk beszélni. Gyönyörű dobozok a sütemények csomagolásához különböző méretben, úgyhogy tényleg fantasztikus, meg hát az egész belső berendezés, abszolút érdemes elmenni és megnézni a cukrászdákat, mert rendkívül kellemes élmény. Beszéljünk akkor egy picit a süteményekről is. Igen. Miket hoztatok? Vannak-e nagy kedvencek? Hol köszönnek vissza az erdélyi tradíciók? Mik azok, amiket itt láthatunk? Hát nagyon nehéz választanunk, hogy mik a kedvencek, megmondom őszintén. Tehát most, ha holnap kérne valaki, akkor lehet, hogy más fajtákat vinnénk, hiszen azok maradnak megtermelésbe, amit mi is nagyon szeretünk. Az igaz, hogy lehet, hogy vannak időszakos termékek, hogy egymás után több alkalommal olyanból fogok enni, most például sütőtökös olyan. Sütőtökös? Igen, de nagyon szeretjük őket, de van egy csomó olyan termék, amihez nevek is kötődnek. Most, amit ide hoztam, van egy kemenes krémesünk, amit klasszikus, látható. Én is kóstoltam, elképesztő. Igen, ő egy ilyen tejszínes alappal, egy nagyon könnyű, nagyon finom. És mivel a tejszínekünk az csak állati tejszín, ezért nagyon könnyű is, tehát mi nem használunk más fajtát. Ezt nagyon-nagyon szeretik, ezt Lipoti pékségekbe is szállítjuk. Írtó nehéz helytállni, hogy annyit, amennyit kérnek, azt
le tudjuk gyártani részükre. Akkor a következő, amit bemutatnék, a Stimelmhoz kötődik. Ez a sajtorta, ami ott a szélén van, ez egy ilyen Philadelphia sajtorta. Ez az ő saját receptje, és nagyon édes volt, amikor ezt ő kikísérletezte, akkor épp a férjével 3 hónapot ott töltöttek Fokvárosba. Mentek este vacsorázni, és ott volt egy nagyon finom sajtorta, és megpróbálták rávenni a séfet, hogy mondja el a receptet, de nem sikerült. Hiába mondták, hogy Magyarország nagyon messzire van. Nem lesz konkurencia. Úgyhogy nem volt más választás, azt csináltam, amit szoktunk. Egyébként, hogyha külföldre mentünk, és valami finomat kóstoltunk, azt otthon megpróbáltuk elkészíteni. Úgyhogy szerintem egy heten keresztül mentek vacsorázni, ettek Philadelphia sajtortát, hazament Timi, megsütötte, nem ugyanolyan, és kezdte és végezte, amíg nem tudom, hányadik olyan lett. Úgyhogy ezt bevezettük ide a saját részünkre, és imádjuk, nagyon finom. De olyan pontosan készítette el, hogy egy 24 centis karikába egy repedés nem volt rajta soha, mert ugye az egy nagyon érzékeny a sütésre. Úgyhogy utána aztán ezt a nagyba kikísérletezni még nehezebb volt. Erre épült most ez a sütőtökös torta, úgyhogy azt kiegészítettük sütőtökkel, szoktuk szezonális időnként, igen. Nagyon klassz. Akkor van egy Vince Otto tortánk, Vince Otto a focista, igen. Ő családostól nagy kedvencünk, oda járnak édesanyjával, édesapjával, sógorok, mindenki oda jár, Görbic Anita felesége, születésnapjára tortát készítettünk. Tehát ők oda járnak hozzánk, és elmondta Otto egy alkalommal, hogy ő imádja a kemenes krémest, de nagyon szereti a mákot. Hogy nem lehetne ebből valamilyen tortát? Mindent lehet. Kedves vendégnek mindent. Úgyhogy elkészült ez a Vince Otto torta, úgyhogy azóta nagyon sokaknak a kedvence. Őt azért hoztam el. Igen. Igen. Van egy csókuszunk. Na hát, az kegyetlen. Igen, azt az egyik kolléganőm, aki nagyon-nagyon ügyes, ezt ő mutatta meg egyik nap, elkészítette, és akkor mondta, hogy kóstoljuk meg. Megkóstoltuk, és nagyon-nagyon tetszett, nagyon finom. Tehát az olyan sütemény, amikor abban tényleg van kókusz, de rendesen, és tényleg van csoki, de rendesen. Tehát amikor nem azt érzed, hogy megsütöttek egy sütit, és úgy jó, hát beleraktak úgy immel-ámmal, hogy azért úgy látszódjon, hanem ebben úgy benne van az anyag. Szóval elképesztő. És jól le van találva a kettőnek az aránya. Igen, nagyon jó. És akkor ezt annyira imádtuk ott pillanatnyilag, hogy azt mondták az üzletbe, a cukrászdákba, hogy ki kellene tegyük a közösségi oldalra, hogy adjanak nevet neki. És akkor így született, hogy ő lett a csókusz. A csokoládéból, meg a kókuszból, és nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Hoztam gyerekkedvenceket is, mert nálunk a gyerekek, ők nagy szerepet játszanak, úgyhogy külön nekik is készítünk ilyen kis aranyos figurákat. De hát ez nem tudom hány százaléka, 5% a termékeinknek, ami itt van. Talán, vagy még kevesebb. Mekkora teljes választék egyébként? Tudsz egy számot mondani, vagy nem is lehet ilyet, mert mindig változik? Hát lehet, hogy van egy ilyen 120 körül. Wow. Igen. Hát attól szoktak meglepődni, meg megrettenni, amikor elmondom, hogy milyen mennyiségű alapanyagot használunk fel, például, hogy körülbelül ilyen napi 3000 tojás. Jaj. Heti 3,5 tonna vaj. Komoly. Vagy nem is tudom, tehát a sajtból is tonna számra hetente. Elképesztő. Tehát, hogy ilyen mennyiség az, amivel nap-nap megküzdünk. És hát itt muszáj elmondanom neked is, a nézőknek is, hogy a kemenes cukrászmanufaktúrába mi félkészen semmilyen anyagot nem veszünk. Tehát azt jelenti, hogy mi diót veszünk, mákot veszünk, meggyet, stb. Mindent, és ezeket mi megfőzzük. Saját tölteléket, saját krémet állítunk elő. Akár rétes sütünk, akár tortát, tehát semmi olyat nem veszünk, amiben felelhető lenne valamilyen tartósítószer, vagy ilyesmi. Tehát én szeretném megkímélni a családomat is, mert mi is onnan étkezünk, mi is ezeket a sütiket esszük, és a vendégeinket is attól, hogy
még jobban terheljük a szervezetet. Fantasztikus. Ezek tényleg igazi sütik, tehát ezt abszolút elmondhatjuk. És van egy szakácskönyvetek is, amiben fantasztikusan jó receptek vannak. Megpróbálom megmutatni úgy, hogy látszódjon. Ez kapható, ez a szakácskönyv? Igen. Egyébként nagyon szép képek, és ha már itt tartunk, akkor a családról is vannak benne képek. Meséljetek egy picit a családról, mert amennyire megismertelek benneteket, egy fantasztikusan összetartó csapat vagytok, nem csak a munkában, hanem úgy egyébként is. Ki ennek a családnak a lelke, mozgatója? Hogyan tudtak együtt maradni? Én ezt átadnám témának, ezt a családos témát. A könyvhöz szeretném csak hozzáfűzni, hogy amit említettünk is, hogy valahogy a Jóisten mindig elénk hozza a feladatokat, vagy a kihívásokat, vagy bármi legyen. Az a könyv ugyanaz, tehát hogy eszembe nem jutott könyvet a süteményeinkről. Egyik vendégünk a Canik Balázs, aki egy ilyen sportember, ő is bejár hozzánk a cukrászdában, megismerkedtünk, és egy nap megkerestek azzal, hogy szeretne velem közösen egy ilyen könyvet kiadni. Így született a könyv. Talán ő az? Igen. Igen, most is tartjuk a kapcsolatot, és sokszor megyünk együtt sütni, főzni különböző helyekre, úgyhogy ez is egy jó Istennek egy áldása az életünkbe, ez a barátság. De jó, és így született egy gyönyörű könyv, és tényleg nagyon igényes, szuper receptekkel. Na, szóval akkor a család. Timi, mesélj egy kicsit erről a fantasztikus családról. Hát a család lelke az édesanyám, tehát az egyértelmű. Tehát amit ő mondott az ő gyerekkorából, hogy az apai nagymamája, hogy hogyan nevelte szeretetben fel a gyerekeit egyedül, ez szerintem ő végigvitte ezt a saját életében és a saját családjában, hogy tényleg arra tanított minket, és úgy is nevelt, hogy ő mindig maga köré a családot összegyűjtötte, a családi események, vacsorák, ebédek, mindig mindent együtt csináltunk gyerekkorunktól kezdve, a munkától kezdve, a szórakozáson keresztül mindent. És én tényleg arra emlékszem, hogy mi mindig szerettünk együtt lenni. És aztán, amikor itt a párválasztása bejött az életünkbe, először a húgom ment férjhez, akkor előbb-utóbb bebizonyosodott, hogy ott, ahol lakunk, az már túl kicsi, és akkor onnan tovább kéne lépni. És már nem is emlékszem egyébként, hogy, de egy pillanatig nem volt ez kétség, hogy mi nem így külön-külön költözünk, hanem valahová együtt. És akkor megvettek a szüleim egy telket, hogy akkor ott építünk egy háromlakásos házat. Nekem még akkor nem volt férjem, sőt, tehát a férjemet nem is ismertem. És mindenki csodálkozott, hogy így mertek így egybe építkezni, mi van, ha olyan férjed lesz, aki nem akar oda költözni. És mondtam, hogy hát én most így előre ezen nem gondolkodom, majd, hogyha oda kerül a sor, akkor majd végig gondoljuk, hogy mi lesz. Én egyelőre itt szeretnék lakni. És akkor egy háromlakásos családi ház, egy ilyen U alakú épült, középen anyuék, szemből nézve bal oldalán én, a családommal, jobb oldalon meg a húgom. És külön bejáratú mind a három lakás, de egy udvar, közös helyiségek is vannak, és gyakorlatilag most már 16 éve lakunk ott. Az komoly. Akkor már kiderült, hogy azért ez működik. És ez kiderült, hogy működik, pedig nagyon sokan mondták azt, hogy ez nem lesz jó így, meg egyébként is aztán ezt soha nem lehet így eladni, egy ekkora, egy egybeépült házat, mert hogy azért annyira nem külön van, hogy ez mint egy ilyen háromlakásos társasház. És aztán a Jóisten behozta az életembe a férjemet, aki egyébként egyke, de egy pillanatig nem volt kérdés számára, hogy ő oda szeretne költözni. Tehát anélkül, hogy ezt bárki mondta volna neki, pedig hát ő már saját egzisztenciával is mondhatta volna azt, hogy akkor én kell hozzá költözzek. De ez egyértelmű volt, és sőt, a mai napig azt érezzük egyébként a mindkét fiú vagy a vejek részéről, tehát nem az a probléma, hogy együtt lakunk, hanem általában például az én férjem abból szokott problémát csinálni, hogy anyuik nem jönnek eleget át.
Hogy kevesebbet jönnek, mint mondjuk a tesómhoz, pedig nem így van, de... Szóval hiányolja őket, hogyha nincsenek. Igen, tehát hogy abszolút teljesen jól működik. A gyerekeink ezt szokták meg, ugye tesómnak 2 gyereke, nekem 3, és nekik annyira természetes ez a nagy családban lakni, és így együtt, hogy ők már azt tervezgetik a mellettünk lévő telken, hogy ők 5-en hogy fognak egy házban és egy helyen lakni. És úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy úgy, ahogy régen volt, hogy nagy családok együtt, az most is működőképes. Persze úgy kell együtt élni, mindig azt mondom egyébként, hogy az én szüleimmel, vagy anyu, mint anyós, tehát hogy vele nagyon könnyű. Tehát, hogy ő tényleg példamutató lehet ebben bárkinek, hogy ő soha nem szól vele semmibe, nem jön át azért, hogy bármit kritizáljon, hogy miért áll 3 napig a vasalnivaló mondjuk a egyik sarokban, vagy miért oda pakoltad, miért nem, és szerintem ezek a mozgatórugói annak, hogy együtt lehet-e élni, vagy nem, hogy hagyni élni a másikat is, az ő dolga, ha felnőtt, akkor az már az ő dolga. A nevelés részét megtette már, amikor kellett, ahogy sikerült, sikerült. Úgyhogy illetve kezdve. Szerintem elég jól sikerült, ahogy én látom. Úgyhogy én már mindig azt mondom, hogy én csak szeretném azt, hogy majd én is olyan anyuka leestek, mint amilyen ő volt. De jó. Csak egy aprócska mozzanat, amit meséltetek, hogy minden nap együtt ebédeltek Biatorbágyon, mert említettétek még, de nem volt még idő rá, hogy kitérjünk erre, hogy meleg étkeztetés is folyik, ugye a Biatorbágyon is, illetve a Vámház körúton is, tehát a bisztró az azt jelenti, hogy fantasztikusan tálalt meleg ételeket is lehet rendelni, és meséltétek, hogy a Biatorbágyi cukiba tulajdonképpen azért kezdtetek el először főzni, hogy a család ez egy önző dolog volt, megmondom számára, őszintén. Ugye? Igen, nevettek is, de az utolsó pillanatban találtam ezt ki, hogy a cukrászda nem csak cukrászda lesz, hanem bisztró is, úgyhogy ott vannak hiányosságok, mert például nincs kiírva. És mondtam, hogy nem érdekel, ha 20 embernek, vagy az én családomnak lesz csak a bisztrója, úgyis jó, mert igazából nagyon későre jártunk haza, és nagyon sokat dolgozunk. Tehát ez egy nagy... segítség volt így a család részére is, hogy készen kapja az ebédet. És aztán ebből a 20 személyes vagy 15 személyes ebédből ma Biatorbágyon már 130-nál tartunk. Wow. Úgyhogy rendes törzs vendégeink vannak. Oda járnak. Aha. Igen, igen. Aha. Nagyon sok külföldi van, aki ott az ipari parkban dolgozik, és vezető vagy tulajdonos. Úgyhogy angolok, franciák, mindenfajta nemzetiség nap mint nap ott ebédel nálunk. Óriási, nemzetközivé vált. Mi meg megpróbálunk úgy ebédelni, mindig valaki legyen velünk. Tehát nem feltétlenül az összesen ülünk le egy asztalhoz, de lehet, hogy éppen Timi Noémivel ebédel együtt, vagy én valamelyik lánya, vagy csak a férjemmel. Aha. Tehát, hogy így akkor azért összehoz. Ez egy biztos pont, ahol igen, tudtok találkozni. Igen. Hát, ha lehet, akkor igyekszünk az iskolai dolgokat úgy összeegyeztetni az ebéddel, hogy a férjem, amikor elhozza a gyerekeket az iskolából, akkor ha lehet egyel, ha lehet 3-mal, tehát együtt ebédeljek. És akkor így napközben is találkozunk egy kicsit kiszabadulsz az irodából. Elmondják, hogy mi volt aznap, én is úgy időzítem, igen, hogy akkor legyen nekem is egy óra szabadidőm, és akkor ott együtt ebédelünk. De jó. Nem sokára lejár a műsoridőnk, de ha nagyon röviden még beszéltek arról, hogy vannak-e további tervek, vagy most éppen el vagytok foglalva a Vámház körúttal, és még nem néztek annyira előre, vagy esetleg van már, motoszkál-e már valami a fejedben? Hát el vagyunk foglalva még a Vámház körúttal, meg az egyéb tennivalókkal, de a terv már megvan. A Böszörményi úton a férjem vállalkozásában, vagy a férjem és az én vállalkozásában lesz egy kemenes cukrászda. Óriási. Az a Biatorbágyi mérettel lesz körülbelül. Azonos. Körülbelül egy kicsit más elrendezésben. Cukrászda és kávéháznak tervezzük, mert úgy béreltük egyébként az önkormányzattól, hogy az a bérleti szerződésben az is benne van, hogy bizonyos időközönként kell kulturális rendezvényeknek helyt adni, vagy részt kell benne venni. Úgyhogy ezért a cukrászda és kávéház elnevezéssel próbálunk egy kicsit és arra. Irodalmi estek? Igen. Könyvbemutató, kiállítás, gyermekeknek, nem tudom, felolvasás, mesekönyv,
bemutató, bármi. Tehát erre még azért az, hogy konkrétan mi lesz, ez, tehát így elképzelés van. Ez valószínűleg, tehát ez a jövő év első felének lesz a programja, ezt létrehozni és elindítani. Tehát akkor nem unatkoztok továbbra sem. Nem. Egyre színesedik a paletta. Hát csak gratulálni tudok, és teljesen elképesztő a történetetek, és nagyon örülök, hogy ezt hallhattuk. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és tényleg egy nagy példa vagytok. Tehát az Isten félelmetek, az, hogy Isten vezetésével hogyan mentetek végig ezeken a lépéseken, hogyan vállaltátok a kihívásokat, hogyan tudtatok belelépni azokba a tervekbe, amiket ő elétek vázolt, és mint család is, ahogy működtök, tényleg egy példa vagytok, és nagyon köszönöm, hogy elmondtátok a történeteteket, és akkor további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és örülök, hogy megismerhették a Kemenes cukrászat és ennek a fantasztikus családnak a történetét. Találkozunk jövő héten, viszontlátásra!